Szia András! Szervusz Tamás! Csak nem lerohadt a Toyota? Ó, hát ezt ugye illusztrációként használjuk, ezt a 15 évesen is rendkívül fit és acélos Avensist, a saját erejéből szerintem messze bejut, mint sok modern autó. Nem, most itt dramatizálva vontatni fogunk, ugyanis ez az autó most virtuálisan lerohadt, és mi ezt elhúzzuk egy kötéllel. Ez egy sokat látott kötél, viszonylag masszív, erős, nem kell elhinni, amit ráírnak a gyártók, hogy hány tonnáig alkalmas ez a vontatásra valójában. Arról nem is szól, hogy a keréken, tengelyen elhúzni valamit, az sokkal kisebb erőkifejtést igényel, mint mondjuk felemelni. Tehát egy 2 tonnás vontatókötél, amivel 2 tonnás kocsit el lehet húzni, az jó eséllyel már egy ilyen 1 tonna 1100 kilónál el is szakadhat. De ez a kötél azért az egy sokkal erősebb szerkezet. Következő dolog, ami kell, hogy ezt be kell valahol akasztani, tehát kell nekünk vonószem. Most ez az autó pont egy átmeneti darab, 15 éves, itt még van rendes vonó, kampó, ahová be lehet akasztani, ez egy jó masszív fémfül. A Toyota az autó mind a két oldalára tettét, szerintem ez egy kedves figyelmesség. Tamás most akkor imitálja a kampó beakasztást. Ingyen van, konkrétan a benzinkútról loptuk. A kutaknál sokszor ki van akasztva egy ilyen kis kesztyű, hogyha valaki nem szeretné, hogy büdös legyenek ezek a gázolajtankolásnál, ezt fel tudja húzni. Ez pont elég ahhoz, hogy a kezünket megkíméljük, de az én kezemnek már mindegy, úgyhogy ezt most nem használjuk. De szerintem egy minden autós és autós megérdemel egy darab szerelőkesztyűt. Munkavédelmi boltban 1000 forintos áron kitűnő darabokat árulnak, és ez a vitorlázástól kezdve az autószerelésen át minden ilyen helyen hólánc felvételkor is segít. Tehát azért egy ennél komolyabb kesztyűt szerintem a saját autójában mindenki tározzon be. Következő gond, hogy a vontatójárműre is föl kéne szerelni a kötelet. Itt viszont hiába is keresnék a kampót, nem találjuk, mert ez már egy modern autó. Ezen csak egy óriási kipufogódó van, meg van itt ez a kis bigyó. Ez a kis bigyó egy fedél. A vonószem az rendszerint a csomagtér aljában szokott lenni, több ilyen szerelő vitikvacakkal együtt, emelővel, pótkerékkel, defektjavítószettel, melyik autóban mi van. És itt is van. Tehát szépen elrendezve van egy rövidebb és egy hosszabb. Tehát ezt a fedelet ilyenkor tartja egy kis műanyag szál. A tapasztalatból beszélek. Ezt nagyon egyszerűen ki lehet akasztani a helyéről. Ezt csak összenyomjuk ezt a kis vackot, és akkor ki is lehet emelni. Ezt célszerű kivenni és félretenni, mert általában leszakad, sose lesz meg, és nagyon ronda a kocsin. Utána a fedél nélküli vonószem. Nem minden autóban van ennyire egyszerű dolgunk, mint a Nissan Qashqai-jal, például a B5-ös 1996 és 2005 közötti Passatnál az egyik első levegőbelépő rácsot kell kipattintani a helyéről. Hogyha valaki nagyon tanástalan és sehol nem találja a vonószemet vagy a becsavarásra alkalmas nyílást az autóján, akkor nézzen utána az interneten, általában a YouTube-on, ha valaki beírja, akkor egész sok ilyen tutorial videó lesz, ahol ezt megoldják az ember helyett. Nagyon meghúzni nem kell a vonószemet, mert aztán nehéz azt kiszedni, mert megszakítja a menetet esetleg. Tehát fölbetekerjük addig, amíg kézzel kényelmesen bemegy, és ez igazából elég is, de ha nagyon akarjuk, akkor egy picit még rásegítünk, így ez már biztos, hogy nem jön ki. Fölveszük a szemkontaktust a tükörben, tehát amikor ide figyel ránk, esetleg egy rövid hangjelzéssel is felhívhatjuk a figyelmét. Így van. Most mind a ketten egymásra figyelünk. A szokottnál lényegesen nagyobb távolságot várunk, nem vágunk be a forgalomba gyorsan, hanem megvárjuk, hogy biztonságosan elegendő helyünk és időnk legyen besorolni. Figyelünk arra, hogy a mögöttünk jövő, tehát vontatott járműnek a sofőrjének ilyenkor sokkal nehezebb dolga van, tehát általában nem működik a kormányszervó, a fékszervó is megbízhatatlan. A váltásoknál is vigyázunk arra, hogy lehetőleg ne rángassuk a másik autót, és a szokásosnál, hogyha nagy isten harmadikig is föl kell kapcsolni 40-ig, akkor jobban kihúzatjuk a motort, hogy ne essünk ki az optimális nyomatéktartományból. Gyakran nézünk a tükörbe, figyeljük, hogy a minket követő autó figyel ránk, és gyakran nézünk előre is, mert ha valami váratlan esemény történik, akkor a szokásosnál sokkal-sokkal hamarabb el kell kezdeni rá reagálni, fölkészülni arra, hogy merről kerüljünk le, ki, pontosan hol álljunk meg. Most például kaptunk egy piros lámpát, úgyhogy itt el is kezdek lassan fékezni, sőt, nem is én fékezek, hanem hagyom az Andris, hogy ő fékezzen mögöttünk. Ez két dolog miatt fontos, az egyik, hogy így lehetőleg nem lazítjuk meg a kötelet, hanem az végig feszes marad, másrészt pedig neki ilyenkor sokkal kisebb fékteljesítménye van, mint nekem, tehát fontos, hogy ő határozza meg a lassulás tempóját, ne pedig én egy hirtelen fékezéssel fölkenjem szegényt a Qashqainak a csomagtér ajtajára. Se kormány, se fékszervunk nincsen, minden további nélkül megtehetjük azt, hogy 4-esben, 5-ösben, hogy keveset forogjon a motor, fölengedjük a kuplungot, ezzel nem fogjuk megrántani az előttünk menőt, mert ugye olyan az áttételezés, hogy még egy nagyot sűrítő dízelmotort sem fog különösebben így megfogni, és ilyenkor, ha egy kicsit megjárattuk a motort,
időnként fölengedve a kuplunkat, akkor megint van kormány és fékszervunk, és ott nagyon fontos, hogy vezetés közben mi a közlekedés normál résztvevői vagyunk, ezért sincs kint a hátsó ablakban a lelakadási jelző háromszög, hanem normál közlekedőként használnunk kell a világítást és a indexet is, tehát az autót azt érdemes, hogy egy gyújtáson hagyni, mert különben ezek a funkciók nem fognak menni. Legyen nálunk valamilyen rongy, amivel az ablakot kézügyünk belső rongy, amivel le tudjuk törölni a párát. Egy nagyon hideg autóban, ezeken a tipikus nedves őszi reggeleken, amikor szeretnek megdögleni az akkumulátorok, akkor a kocsi az nagyon hamar belülről bepárásodik. És szemben a fékszervóval, a kormányszervó az azonnal elmegy, hogyha nem jár a motor, de a fék vákumrendszer, ugye megtermeljük a vákumot a fékhatáshoz, az még egy ideig utána 4-5 fékezést, akár 4-5 kisebb fékezést fent tud tartani.